Jó estét kívánok, köszöntöm nagy szeretettel a kedves nézőket. A mai műsorunk, hétfői magazin műsorunk egy kicsit rendhagyó. Egy vendégünk van, de nem három, hanem sokkal, de sokkal több témáról fogunk majd beszélni, hiszen egy olyan képviselő látogatott meg bennünket, akivel azt gondolom, hogy érdemes az aktuális Európai Uniós kérdéskörökről beszélgetni, annál is inkább, hiszen a tűz közeléből érkezik, és nagyon közel van azokhoz a döntésekhez, amelyekről nyilvánvaló, hogy így vagy úgy, de fontos véleménye van. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Söfling György történész, politológust, egyetemi tanárt, Európa Parlamenti képviselőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és örülök, hogy itt lehetek. Mi is örülünk, hogy ismét első kézből kaphatunk információkat professzor úrtól. Kezdjük talán a legaktuálisabbal. Ez a bizonyos mi jogszabályunk, amely az Európai Unióban idézőjelbe téve a biztosítékot, hát hogy mondjam, kifelé veregette. És hát most elég komoly fenyegetések kell, hogy aztán ez most milyen jellegű fenyegetés, de illetnek bennünket akár azzal is, hogy esetlegesen megvonnak bizonyos támogatásokat hazánktól. Hát szerintem ez a kása hőfokának a története, ugye? Eléggé egyértelmű, hogy ez az új törvény, pontosabban az, hogy mi most ideiglenesen nem engedjük tovább a Magyarországra beérkező migránsokat. Ez azt hiszem, hogy szembe megy az Európai Uniós szabályokkal, tehát el tudom képzelni a következő forgatókönyvet, hogy hát most elindul az egész, aztán a bizottság Brüsszelben ezt átvizsgálja, és aztán elindítanak egy párbeszédet, párbeszédből nem lesz semmi, mert mi ragaszkodunk a mi igazságunkhoz, akkor ők elindítanak, ezt alig lehet ezt a szót kiejteni, egy kötelezettségszegési eljárást, mi ezt kötszegnek szoktunk rövidítve. Mi természetesen ezt nem fogadjuk el, akkor folytatódik a vita, de nevezhetjük húzavonának is, és aztán ez elmegy Luxemburgba az Európai Uniós Bírósághoz, a bíróság majd eldönti, és akkor majd meglátjuk, és akkor lehet, hogy vissza kell vonni az egészet, az is lehet, hogy mégsem, hogy igen, hogy mégis valamilyen formában, nem csak, hogy regisztrálni kell azokat, akik megérkeztek Magyarországra, hanem addig, ameddig az ő ügyük elbírálása alá nem kerül, ott tarthatjuk. Mindig ez volt a probléma, hogy bejönnek, regisztrálnak, nem várják meg a választ, hanem szétszélednek. Na most akkor ez igazából egy más kérdést vet föl, hogy milyen állam az, ami nem tudja számon tartani, hogy kitartózkodik a területén. És igen, erre nagyon nehéz választ adni. Ugye a legnagyobb probléma azt gondolom az, hogy akik beérkeznek az Európai Unióba, ha valahol nem lettek regisztrálva, abszolút nem követhetők, tehát nem tudunk róluk semmit, nem tudunk hol van, nem tudjuk hol vannak, nem tudjuk mit csinálnak, kivel találkoznak, milyen problémákat fognak a későbbiek során okozni, mert nyilvánvaló, hogy ezek nem azonnali, hát hogy úgy fogalmazzam, rejtett akna, veszélyes elemek, hanem valamikor, amikor majd egyszer aktivizálniuk kell magukat, akkor majd aktivizálják magukat, és ez a közbiztonságunk hosszú távon történő megsértését jelentheti. Szóval azt gondolom, hogy valahol mindegy, hogy most elismerik vagy nem. Valamennyi európai parlamenti képviselő még akkor is, hogyha a másik oldalon ül képviselő úrral szemben, talán akkor is a magánbeszélgetésekben elismeri, hogy az, amit mi Magyarországon jogszabályként meghoztunk, és amit követünk, az Európa védelme érdekében tettünk. Valószínűleg ebbe igaza van, ha az illető képviselő nem magyar. A magyar képviselők csak orbánoznak. Amit ez a kormány művel, az számukra az ördögtől való. Nagyon-nagyon érdekes. Mondok erről egy kis történetet. 13 szlovák képviselő ül az Európai Parlamentben, szélső jobbtól szélső balig mondjuk. Mégis havonta egyszer leülnek és együtt ebédelnek. Nálunk ez elképzelhetetlen. Tehát azért komoly különbségek vannak a különféle országok. Egyébként a mi helyzetünkhez hasonló a lengyel is, hogy a PISZ, tehát a kormánypártiak és ellenzékiek nem képesek egymással leülni már,
Tehát mindig változik. De pedig mi jóba vagyunk velük, ugye? Mi most jóba vagyunk, igen. Mi szeretjük a lengyelek. Nem változott semmi most a döntés értelmében? Ugye Tusk elnök úr újra választása az Európai Tanács élén. Azért ez egy 27-1-es döntés volt, és a lengyelek szavaztak ellene csak. De ebből nekünk nem lehet a barátságunkból semmi gond, ugye? Hát az érdekesség az, hogy a piszesek, tehát a kormánypártiak most prüszkölnek ellenünk, hogy mi elárultuk az ő ügyüket. A másik oldal, hogy micsoda, Orbán, ez a gazember, most bennünket támad, de nem értik. Uh-huh. Kicsit megzavartuk őket. Én szerintem ez egy nagyon bölcs döntést hozott a miniszterelnök úr, mert igazából értelmetlen volt a lengyel kormány vétója Tusk ellen. Tehát minek egyáltalán? És aztán a néppárti tagságunk is fontos. Akkor térjünk most még egy picit vissza egyrészt a jogszabály, másrészt a kvóta ügyel kapcsolatos fejleményekre. Hol tart most ez az ügy egyáltalán? Lassult ez a történet? Felgyorsult? Mi a vége? Hol egyáltalán lesz ennek vége? Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Uh-huh. De én azt látom, hogy pont abból kiindulva, hogy alig lehet a kvótáról hallani, hogy igazából politikailag, hát nem akarom azt mondani, hogy halott, de most már nagyon nehéz elképzelni, hogy ebből bármi legyen. Igen, jogilag valamilyen formában még úgy lebeg, azt hiszem, hogy valószínűtlen, hogy ebből bármi lenne. Azt Brüsszelben is tudják, hogy nagyon-nagyon erős az ellenállás a közép-európai részéről. Most erről is tudok valamit mondani, nem akarok ezzel hencegni, de történetesen kedden Párizsba tartottam előadást, részben franciául is, amikor franciául nagyon jól bevallom. Hát professzor több nyelven kiválóan beszél. Döcögve tudtam franciául beszélni, és teljesen kivette a biztosítékot, amikor azt mondta, hogy igen, ott van Németország, Hollandia, Svédország, Nagy-Britannia, ezek multikulturális országok, ezt választották. Egy demokratikus rendszerben mi úgy is dönthetünk, hogy mi nem akarunk multikulturálisak lenni. Értem, nem értették meg. Nagyon érdekes ez a nyugati hozzáállás. Mások, mint mi. Azt hiszem, hogy a kedvenc kifejezésünk, hogy miként szocializálódott, ki miként szocializálódott, hogy nőtt fel, milyen körülmények között, milyen rendszerben, mi jellemezte azt. Hát nyilvánvaló, hogy nehéz egy kicsit elfogadni a mi véleményünket, ami hát teljesen más a múltunk miatt, mint az övék. Hozzátenném még azt is, hogy ezt az egy nemzetből, mondjuk egy nyelvből, egy etnikumból álló Magyarországot a nyugat hozta létre, úgy hívják, hogy Trianon. Uh-huh. Mi nem, ezt nem kértük ezt 14 előtt, azért ez egy sok nyelvű Magyarország volt. Tehát, de most a parlamentben egy nyelvet beszélnek, ugye, a magyar parlamenti képviselők? Mégsem tudom, sikerül megérteniük, igen. Egymást nem sikerül. Hát ez már nem a nyelv kérdése, hanem a megértés. Uh-huh. Képviselők, az európai parlamenti képviselők zöme többsége úgy dönt, illetve gyakorlatilag egy közös védelmi együttműködést szorgalmaznak. Ez megint csak minket igazol. Méghozzá ugye fokozottabb határellenőrzéseket szeretnének. Szóval akárhogy is van, szembe lehet menni ezzel a dologgal, de ugyanakkor a megnyilvánulásokban pedig az igazolódik mindig vissza, hogy a magyarok amit tesznek, azt jól teszik. Nem feladatom ezt megítélni, csak olvasom ezeket a közleményeket az Európai Parlament oldalain, és ebből derül ki számomra mindez. Az igazság az, hogy ezen a területen mi tehetünk javaslatokat természetesen, de mi egy kis játékos vagyunk. Tehát kis ország, és a haderőnk nem olyan nagy. Igen, lassan feltornáztuk magunkat arra a bizonyos 2%-ra. Minden NATO ország elkötelezte magát, hogy a hadi kiadások a GDP-nek 2%-át fogja kitenni. Nagyon kevés ország tartja be, Nagy-Britannia, Észtország, Kanada, az Egyesült Államok. És azért említettem az USA-t, mert Trump elnök effektíve kimondta, hogy fizessétek meg a védelmeteket. Tehát ebből a szempontból nézve ez a közös európai védelmi kezdeményezés, hozzátenném, ez nagyon kevesen tudják, ez ott van a szerződésben, a lisszaboni szerződésben. Azt mondom, hogy ez a 42-es cikke, de tessék nem fogjuk ellenőrizni, az biztos. És én ebben komoly előnyöket látok, tehát a közös közbeszerzés, a katonai szinten. Tehát szóval mind a 27 tagállamnak, nem, Luxemburgnak nincs hadserege, de mind a többi 26 különféle protokollokat, rendszereket alkalmaz. Egységesen miért nem? És aztán van még egy oldala, mi elfelejtjük azt, hogy a technológiai
fejlesztés, az innováció, az valamennyire a katonai kiadásokból származik. Ha ezt el tudjuk érni Európában, akkor szeretném a technológia fejlődés is. Amerikát nem fogjuk utolérni, de azért sokkal jobban fogunk tudni teljesíteni, mint eddig. Még egy picit a határellenőrzésekkel kapcsolatosan. Ugye az unió határain történő fokozott ellenőrzéshez, a határokon belül az egyes tagországok közötti ellenőrzésekről nincs szó. Illetve hát, ha van is, ez már minket is érint, mert azért megszoktuk az elmúlt években, hogy hát nagyon kötetlenül jövünk, megyünk Európában, akár munkavállalás, akár turizmus, akár bármilyen családi látogatás céljából. Hát az osztrák határon természetesen nem mindenütt, már van ellenőrzés. Azt hiszem, hogyha valaki a Bécsbe megy, és Hegyeshalom irányából megy, akkor találkozik. Azt hiszem, hogyha innen megy, akkor nem biztos, rohon felé. Igen. De például most hallottam, hogy a Brenneren van határellenőrzés, tehát Olaszország és Ausztria között. Másutt is van, amikor mi megérkezünk Strasbourgba, plenárisra, akkor mindig megnézik az útlevelünket a franciák. És időnként előfordul, amikor Frankfurtba érkezek, ott is megnézik. Tehát itt van is, és nincs. Tehát kicsit ez szigorodhat még egyébként? Ó, igen, persze, véget lehet vetni az egésznek. És azt hiszem, hogy Skandináviában, most nem tudom, hogy igen-e vagy nem, a Dánia és Németország között, Svédország, Dánia között. Tehát itt tényleg ki akarják szűrni azokat, akik nem jogosultak arra, hogy belépjenek. Most bocsánat, professzor, de akkor most visszatérek arra, hogyha ott az Európai Unió belüli határoknál ezt ki lehet szűrni, akkor azt, amit mi itt szeretnénk csinálni, illetve amit mi célul tűztünk, és amit szerintem valószínű, hogy egyre többen fognak majd az érintett határsávokon megtenni, akkor az miért probléma? Mi ugyanazt tesszük, amit az Unión belül esetleg szeretnének megvalósítani. Hát, szóval néha egy kicsit értelmetlen és érthetetlen az, ami Brüsszelben dönt. Az egyszerű születik. Magyarázata az, hogy ez azért van, mert mi magyarok vagyunk, és bennünket nem értenek, és nem tetszik. Szerintem egy jobb magyarázata az, hogy nagyon nehezen bírják, hogy itt egy nagyon komoly, nagyon elkötelezett, most már nincs meg a kétharmados törvény, jobboldali kormány teszi, aktívan cselekszik, és azt mondja, hogy mit döntjük el? És hogyha az Európát is érinti, befolyásolja, rendben. Tehát mi igazából valamennyire kiállunk, mondjuk úgy, hogy a saját igazunkért, és nagyon sok mindenkinek ez nem tetszik, mondván, hogy nem, mi franciák, mi olaszok, mi németek döntjük el, hogy miből áll Európa. És jön egy ilyen kis mitugrászország, mint Magyarország, mondjuk, oké, 10 millió, meg minden, de mégis a kis államoknak igazából sok mindenki szemében az a szerepük, hogy figyeljenek oda a felnőttekre. Tehát kicsit karikírozom az egészet, de ebben van valami igazság is. Nagyon érdekes volt néznünk az egyik oldalról a mi visegrádi négyek összefogásunkat, és ezért is kérdeztem rá lengyerekre, hogy ugye ebből nem lesz gond, tehát a visegrádi négyek együttműködésén, ami azt gondolom, hogy nagyon példaértékű Nyugat-Európában, hiszen most ők négyen találkoztak. És nemrégiben olvastam egy cikket arról, hogy most, hogy a Brexit elindult, aztán majd beszélünk erről is, hogy most hol tart ez a folyamat. A spanyolok, az angolok kilépését követően, ők most úgy gondolják, hogy a németek mellett ők lesznek a másik nagy és komoly, az angolokat helyettesítő komoly nagy szerepű hatalom Európában. Hogy látja ezt a nyugat-európai tömbösödést, hogy így mondjam? Hát én tényleg nem látom a spanyolokat ebben a szerepben, már csak azért sem, mert ők csak spanyolul beszélnek. És hogyha megpróbálnak idegen nyelven beszélni, akkor rosszabbul beszélnek angolul, mint mi. És mi azért nem tündöklünk a nyelvtudásunkkal. Azt mondanám, hogy Németország mindenképpen játsza és játszani fogja a vezető szerepet, a legfontosabb állam szerepét. A kérdés az, hogy mi lesz Franciaország. Azt hiszem, hogy történelmileg, de a mai valóságból kiindulva a Berlin-Párizs kapcsolat a legfontosabb. Na most, hogy Madrid, Spanyolország mit csinál mindezzel, ez nagyon nehéz meg. Forrong. Spanyolország forrong. A Spanyolország nagyon is forrong, és a spanyol képviselőtársaim igazából nagyon aggódnak, hogy mi lesz ezzel a Katalóniával. És már ott tartunk, hogy amikor megint a Brexitről van szó, akkor itt a Brexittel kapcsolatos külön problémák, Skócia, Észak-Írország, erről hallani se akarnak.
Tehát itt nagyon-nagyon érdekes lélektanilag. Izgalmas lehet egyébként, igen. Hát egy történésznek meg főleg azt gondolom, hogy roppant izgalmas, de ha már a Brexitnél tartunk, hol tart most? Nemrégiben azt olvastam, mintha egy picit megakadt volna a folyamat. Nem akadt meg a folyamat, még mindig várunk arra, hogy a miniszterelnök asszony Theresa May elindítsa, azt hiszem most már mindenki hallott az 50-es cikkeiről, ennek alapján fog Nagy-Britannia Egyesült Királyság kilépni. Az az információ, hogy az valószínűleg március végén fog megtörténni. Tehát március 25-én lesz a nagy római megünneplése az Uniónak a 60. évforduló. Ebből britek nem akarnak beleszólni, tehát megvárják Rómát, lesz valamilyen nyilatkozat, hogy milyen szép, milyen jó az európai jövő, legyen így. És aztán elindítják a Brexitet. A parlament erről meg fog szavazni egy határozatot, hogy körvonalait nagyjából lehet látni, és aztán mondjuk úgy talán júniusban elindulnak a valódi tárgyalások. Na most én három fázist látok. Az első az a kilépés, hogy miből áll. Például okáé, ott van ez a kb. 3 millió európai állampolgár, aki Nagy-Britanniában él, beleértve kb. 230 ezer magyart, van 1, nem tudom hány millió, másfél millió, de lehet, hogy annál több brit állampolgár, aki Európában él, velük mi lesz? A szabad mozgás az Európai Unió tagság megszűnésével, ugye az ottani állampolgároknak, tehát a magyarok, akik kint élnek, nem fognak tudni szabadon mozogni Európában. És ugyanúgy a britek sem. Hát, attól függ, hogy mit értünk ezzel. Hát hogy történik majd a folyamat? A turizmusnak nem lesz vége. Igen. De az ott élő magyarok, és a többi, ez egy a nagyon többi. Jó kérdés, hogy mit kapnak a brit kormánytól. Már ők is kezdenek rájönni, hogy például, hogyha nem lenne meg az olcsó munkaerő, akkor vége lenne a brit mezőgazdaságnak. És a brit gazdák nagyon aggódnak, hogy ki fogja leszedni a zöld borsót? Mert ezt általában ilyen románok és bulgárok és lengyelek, talán magyarok is csinálják. Kemény munka egyébként. Professzor, hogyha már itt tartunk a munkavállalásoknál és ennél a kérdéskörnél, akkor azt lehet látni, hogy Európában ugyan a németek járnak ebben élen, tovább faragják a külföldiek juttatásait. Ez nem fogja megrémíteni a mi munkavállalóinkat Európában? Esetleg a többi ország menne ezután, a német példa után? Mi tartjuk Magyarországot, várjuk haza mindazokat, akik ott vannak kint természetesen, de azért sajnálattal is nézünk rájuk, hogyha ilyen jellegű problémákkal kell majd szembenézniük. Tudnak hát, szerintem a legnagyobb probléma nem a németeknél van, hanem Nagy-Britanniában azzal, hogy a font értéke csökken. Tehát kevesebbet ér. Nagy-Britanniában még igen, de hogyha hazaküldik, már 15-20%-kal kevesebbet is. Ez azért, tudom, lengyelek már mondják, hogy lehet, hogy nem éri meg nekik, és inkább hazamennek. Nem tudom, hogy magyarok vagy románok is vonatkozik, de el tudom képzelni, hogy egyesek most már nagyon meggondolják, hogy maradjanak, nem maradjanak. Ami az egész munkavállalást illeti, tehát ez egy állandó jellegű surlódás, hogy a mi munkaerőnk jó minőségű, de olcsóbb. Ennek következtében természetesen mi alállicitáljuk a német munkát. A német szakszervezetek ennek nagyon nem örülnek. De ez a mi előnyünk, hát mi sokkal szegényebb ország vagyunk, mint Németországban, Ausztria. Nagyon sok török él ugye Németországban, most viszont van egy kisebb konfliktus a két állam között. Nem tudom, hogy ez mennyiben befolyásolhatja a mi biztonságunkat, hogy most egy picit ez a két ország, már olyan szinten vannak ezek az ellentétek, hogy bizony török politikusokat, akik lobby tevékenység miatt készültek volna Németországba, őket kitiltották onnan. Hát azzal, hogy Németország tagja NATO-nak, mi is egyébként Törökország. Ugye a két legerősebb európai állam, Németország és Törökország, akik a NATO tagjai. A britek is. Azt mondanám, hogy ez közvetlenül nem befolyásolja Magyarország biztonságát. Tehát veszély nem lehet menni. Ebből legalábbis nem látok problémát. Hosszú távon, tehát stratégiailag
Törökország mindenképpen terjeszkedik észak felé. Hát ez a hagyományos oszmán birodalom. Nem először teszik ezt nem a először, történelmi során. Igen, hogy megint eljutnak Budaváráig, azt nem tudom, de Szombathely szerintem soha nem foglaltak. Nem, hála Istennek. Kőszegen volt az ostrom. Kőszegen volt, igen, de Jurisicsék megoldották igen, akkor egy alkalommal. És egyébként tegyük hozzá az időjárás. Rettenetes volt, és nem bírták a törökök, de külön történet. Nem, én ebben nem látok különösebb problémát, de egyébként mutatja, hogy azért ez a teljesen nyitott Európa, amiben a baloldal gondolkodik, hát ez problémával is jár. Mi a vélemény rólunk és a mi gazdaságunkról? Ez is egy kicsit megosztott. Tehát legalábbis, mint hogyha azt mondanák rólunk, hogy azért még nem olyan erős a mi országunk és a mi gazdaságunk. Ugyanakkor pedig a felminősítők, leminősítő intézetek pedig gyakorlatilag azt mondják, hogy nagyon jó felé haladunk, és a mutató számok, amelyek alapján ítélnek bennünket, azok jobbak, mint amiket ők prognosztizáltak. Tehát mi a vélemény, hogy látja ezt professzor úr? Amikor rólunk van szó, és gazdasági szakértőkkel beszélget az Unióban, akkor mit mondanak rólunk? Akkor aztán nézik a magyar modellt érdeklődve, mert azért ez tényleg szembe megy a közfelfogással. Van, aki csóválja a fejét, és azt mondja, hogy nem, ez tarthatatlan, és akkor megkérdezik, de hát már 4-5 éve tart, hát ideiglenes. Mert mondom, nézd, ez az, hogy minden ideiglenes. Oké, tehát megoszlanak a vélemények. Azt hiszem, hogy van, aki azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy igen, hogy az állam támogatásával ilyeneket is el lehet érni, illetve, hogy az úgynevezett unortodox gazdaságpolitika sikeresen működik. És tényleg sikeresen működik, azt tudom mondani, hogy egyes területeken már munkaerőhiánnyal nézünk szembe, tehát az információs technológia, és hogy itt már vannak ilyen érdekes kérdések, hogy ha nem jönnek haza azok a fiatalok, akik azért ezek ott vannak Londonban, vagy nem tudom, Németországban, akkor honnan? Tehát itt mondok egy pár... Akkor lehet, hogy ez a megáll, tehát ez jelenti majd a végét, ami csodánknak, hát, gazdasági csodánknak, ha így fogalmazunk? Nekem vannak reményeim, hogy ez nem így fog kinézni. Tehát Lengyelországban félig meddig legálisan él körül 1 millió ukrán. És lengyel fejvadászok kérik az ukránokat, megint az információs technológia, menjenek Lengyelországba. Oké, van egy nyelvi előnyük, hogy nincs nagy különbség, hogyha ide jönnek, akkor azért szembe kell nézni a magyar nyelvvel, amit tudjuk, hogy... Néhányan még beszéljük az ő nyelvüket, de hát ezt akkor tanultuk még, fel kéne elemenítenünk. De alapvetőleg itt vagy mi sokkal többet költünk a képzésre, és mi nagyon keveset költünk azért az oktatásra, vagy importálunk képzett munkaerőt valahonnan. A németek ezt miért nem tudják így megoldani? Miért pont az a megoldásuk, ami sajnos látjuk, hogy nem jó, de nagyon veszélyes számadatokat hallottunk Németország felől, publikus számok voltak ezek, hogy mennyi millió munkaerő hiányzik, és mennyi fog hiányozni 2020-ra, és utána ezek megdöbbentő számadatok. Hát a német népszaporulat nagyon alacsony. Miénk is egyébként, ez egy külön tényező. Tehát ők tényleg úgy gondolják, Nagy-Britannia is egyébként, Franciaország, minden fejlett ország, effektíve 1,2-3-4 gyereket vállal egy család, ami nem elég. 2003-ra, vagy 2,3 vagy 4-re van szükség, mi jóval ez alatt vagyunk. Tehát valahonnan pótolni kell. Na most a kérdés az, hogy emberekre van szükség, vagy technológiára. És egyelőre az egyenlet azt mondja, hogy az ember az olcsóbb, tehát a bevándorló még mindig olcsóbb. Ezt csinálják a britek is egyébként, a mieinkkel. Én azt mondom, hogy nagyon komolyan szembe kell nézni az egész robotvilággal, mert nagyon sok mindent, amit mit csinálunk, robot fogja végezni. Lehet, hogy 15 év múlva már nem itt ül, és nem itt fog itt ülni, hanem két robot fog egymással beszélgetni. Akiknek szólásig hasonlítanak ránk, mondjuk esetleg. De hát a androidok professzor, még lenne néhány fontos kérdésem, ha megengedi köszönjük nekem. A csatlakozással kapcsolatosan ugye most a Brexittel egyel kevesebben leszünk, de ha Szerbia beadja az idei esztendőben a csatlakozási kérelmét, akkor újra teljes lesz a létszám? Hogy látja, milyen esélyei vannak a szerbeknek? Na most már beadták, és a tárgyalásokat folytatják. Montenegró szintén, Albánia
nagyon kezdetleges helyzetben. Felejtsük el Koszovót, felejtsük el Boszniát, azok rettetes állapotban vannak. A problémát abban látom, hogy 14-ben az Európai Unió effektíve kimondta, hogy 19-ig nem lesz csatlakozás. Ennek következtében a délkelet-európaiak azt mondják, hogy oké, akkor nem kell annyira sietni. Ezt lehet látni például abból is, hogy sokkal komolyabb szerepet játszik a Nyugat-Balkánon Oroszország, illetve Törökország, illetve Szaúd-Arábia, mert itt egy ilyen légüres teret hagyott az Európai Unió. Tehát az EU elhanyagolta ezt a térséget. Na most azért folynak a tárgyalások a szerbekkel. A Montenegro elég gyorsan, tehát szerintem a 20-21 körül. Ez mennyiben befolyásolhatja a mi jövőnket, a mi sorsunkat, hiszen szomszédországokról van szó. Hát szomszédország, Szerbia szimbolikusan egy lyukat fog betönni, hogy a déli határunk egy EU-s határ lesz, nem lesz Schengen határ, elég hosszú ide. A román határ sem Schengen igen, határ. Igen, igen. De minden esetre akkor, hogy is mondja, partneri viszonyba kerülünk Szerbiával. Nagyon jó kapcsolatunk Szerbiával. Hogy tényleg Budapesten át halad az út Brüsszelbe, azt nem merném mondani, de minden esetre jó a kapcsolatunk, és hát a magyar külpolitika már régóta elkötelezett amellett, hogy Szerbia lépjen be. Ha már szomszédok, akkor Ausztria, és itt is van egy tehetséges fiatal, 30 esztendős külügyminiszter, Sebastian Kurz, aki hát nyíltan szembeszállt Angela Merkel-lel. Nagyon népszerű ő, azt nyilatkozták az osztrák felmérések szerint a szakértők, hogy ha ő vezetné a pártja élén a listát, akkor valószínűleg megnyernék a választásokat Ausztriában. Mi a vélemény erről a fiatalemberről, hogy így nyíltan? Már-már azt mondom, hogy egy picit olyan Orbán Viktorosan szembe megy mindenkivel. Még azt is el tudunk képzelni, hogy tényleg valamennyi Orbán Viktor a szerepmodell Kurz számára. Nem ismerem személyesen, de valóban igen. Tehát azt hiszem, hogy a tavaly előtti válság mélyen sokkolta az osztrákokat. Az osztrák elit természetesen hallani se akart erről, az a liberális, beleértve a néppártiakat, tehát a mi pártársainkat. És ami másik, ami sokkolta, hát az az elnök, tavaly elnökválasztás volt. Oké, ez a Van der Bellen jött be, de mégis nagyon megosztotta az osztrákot. És Kurz azt mondja, hogy erre oda kell figyelni. És hogyha ez azt jelenti, hogy mi osztrákok nem vagyunk egy német csatlós állam, most kicsit erős szavakat használok, akkor legyen így, és hát igen, meg az is lehet, hogy ő képviseli azt a fiatal nemzedéket, aki azt mondja, hogy mi tényleg osztrákok vagyunk, és nem németek. Tehát biztos a nézők ezt ismerik, hogyha valaki elmegy Ausztriába, akkor megkérdezik, hogy önök milyen nyelvet beszélnek, mert azt mondják, hogy Deutsch. És akkor miből osztrákok? Azért, hogy nem vagyunk németek. Igen, igen. Kicsit van ellentmondásos. Még lenne egy nagyon fontos kérdésem, ez nagyon érint bennünket, hiszen Juncker elnök úr több forgatókönyvet is benyújtott az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan. Ötöt hallottunk, de hát ugye korábban a fehér könyvről is hallottunk már. Szóval mik szerepelnek ebben az öt verzióban? Úgy lehet értesülni a szakirodalmakból, a cikkekből, hogy öt teljesen más stratégiai vonal. Tehát, hogy nem nagyon köszönő viszonyban is alig-alig vannak egymással ezek a dolgok. Ez egyfajta bizonytalanságot üzem. Juncker, én ott voltam, amikor ezt előadta a plenárison, ő azt mondta, hogy ő egy vitát szeretne, és szerinte ez az öt forgatókönyv, ami lehetséges. Ebből azonnal kizárta azt az ötödiket, ami a szabadkereskedelmi zóna. Ezzel azt hiszem egyet lehet érteni, aztán van a Föderális Európa, Európai Egyesült Államok, tehát igazából marad a másik három. A többsebességes Európa. Most ez a nehéz kérdés, hogy akkor mi ebben a mi helyünk? Attól tartok, hogy valóban egyesült túlzás, de minden esetre lesz egy szorosabb együttműködés ebben az úgynevezett mag-Európában. Hát érdemes odafigyelni erre a csúcsra a hét elején Versailles-ba, franciák, németek, spanyolok, olaszok, akik effektíve egy ilyen szorosabb együttműködést vizionáltak, és akkor mi ott vagyunk a periférián. Na most, ez tényleg így ma így fog kinézni, akkor azt mondom, hogy
A kérdés az, hogy hogyan fognak bánni a perifériával. Uh-huh. És itt az előzmények nem túl kecsegtetőek. Tehát más azért ez az Európa, mint a két háború közti Európa volt, és az Európai Unió mind konfliktus megoldási rendszer azért működik, tehát azért sokkal jobban viszonyunk, mint szomszédokkal, még akkor is, hogyha rossz. Uh-huh. Sokkal jobb mondjuk. Azért valamennyire szót tudunk érteni a románokkal. Tudom, most nagyon rossz a kapcsolat Bukaresttel, de azért háború nem fenyeget. És még akkor is, hogyha időnként, mint a volt államelnök Baszaszki azt mondta, hogy most nem tudom pontosan idézni, hogy követeljük vissza a tiszai határt, ez mindig benne volt a román gondolkodásban. A Románia természetes határa a Tisza, a nyugati határa. Nem kell komolyan venni, és mi se vesszük komolyan, de ezzel azt akarom mondani, hogy az Európai Uniós tagság tényleg működik. Nagyon szépen köszönöm, professzor úr, hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy itt volt. Várjuk vissza, mielőbb friss és jó hírekkel, mert azt gondolom, hogy Magyarország jövője az unión kívül elképzelhetetlen, de az unión belül sem mindegy, hogy milyen szerepet szán nekünk ez az unió. Köszönöm. Nagyon szívesen, senki se ígért, hogy könnyű lesz. Köszönöm szépen még egyszer is. Kedves nézők, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Ennyi fért mai hétfő esti magazinműsorunkba. Én azt gondolom, hogy sok fontos friss információt kaphattak professzor úrtól. Tartsanak velünk legközelebb is, addig pedig bánjanak jól az idővel és a szeretettel. Viszontlátásra. Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.